A borosjenői Kádár István hagyományőrző íjász és nem túl régóta már haditornász egyesület megtartva korábbi években megalapozott hagyományát, bemutatóval egybekötött családi napra várta az íjászat és a látványos középkori lovagi küzdelmek iránt fogékony közönséget. Az idén is hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg ezt a nyílt napot, amelyet a borosjenői Kádár István hagyományőrző és haditornász egyesület rendezett. Hát most már ugye profilt, hát nem úgy mondanám, hogy profilt váltottunk, hanem inkább profilt bővítettünk, mivel ugye íjászattal kezdtünk, a úgynevezett honfoglaláskort mutattuk be, illetve abban játszottunk szerepet bemutatásában, de rájöttünk arra, hogy szélesíteni kell a palettát azért, mert ugye itt a nézőközönség egy valamit egy idő után megszokott, azt nem biztos, hogy szívesen megnézi harmadjára, negyedjére is. Illetve az országban nagyon sok ilyen íjászcsapat van, és ezt a palettát mindenképpen bővíteni kellett. Ezért vettük be egészen ugye a történelem folyását, ha az megnézzük, az 1600-as évekig tudjuk bemutatni, Kádár vitéz koráig, hiszen ugye az ő nevét vettük föl. Bővíteni kellett ugye a különböző felszerelési tárgyainkat. Be kellett szerezni a ruhákat, be kellett szerezni különböző páncélokat, fegyvereket. Hát ezt vagy saját kezdeményezésből oldottuk meg, ugye saját része készítettünk, én is saját része készítettem a sisakjaimat, illetve különböző hagyományőrző boltokból be lehet ezeket már szerezni. Az volt a szerencse ebben az évben is, hogy pályázatot nyertünk, és így pénzhez jutottunk, és így tudtuk fejleszteni a ruhatárunkat. Így most már nagyon széles körben be tudjuk mutatni a különböző ruházatot, fegyverzetet, illetve csatajelenetet is be tudunk mutatni, hiszen az ilyen páncélos csatáknál azért vigyázni kell, mert igen veszélyes. De hát mi nem fakarddal küzdünk, hanem fémkardokkal küzdünk. Ezek bizony sérülést okozhatnak. Na most itt vagy megoldjuk azt, hogy óvatosan ütjük úgymond egymást, vagy beszerzünk páncélokat, és akkor mint egy igazi csatajelenetet meg tudjuk csinálni az egészet. Mindenképpen még fejleszteni akarjuk ezt az egészet. Tehát hát hagyomány teremtő jelleggel ugyanígy meg akarjuk augusztus 20-án tartani ezeket a kis nyílt napokat, illetve a városnapján is szeretném még föllépni. Hát mindig fejlesztünk, ki kell találni újabb koreográfiákat, ez a mi fantáziánkra van bízva. Hogyha ez sikerül, akkor színvonalas bemutatókat tudunk tartani, és reméljük, hogy a mai nézőszámlás sokkal többen lesznek ránk kíváncsiak. A történelmi korokban átöleljük ugye az úgynevezett honfoglalás kortól egészen az 1600-as évekig Kádár vitéz koráig, a keresztes háborúk korát, az 1400-as éveket, átöleljük a török kort például, ugye azoknak a ruházata még beszerzése áll, egy része már megvan, de az is még fejlesztés alatt áll. Úgy is mondhatjuk, hogy ez kosztümös jeleneteket adunk elő, tehát ide korhű ruhákat kell készíteni, amit mondom sajátkezőleg, vagy pedig műhelyekre bízunk a dolgot, és akkor ők elkészítik nekünk ezeket a ruhákat.